És nagyon köszönöm a Kródi iskolának, hogy befogadta ezt a rendezvényt, mert bizonyára ők is érzik, hogy kereskedelmi és vendéglátó ipari iskola lévén, hogy fontos az, hogy mit tanulnak a gyerekek. Tehát a szakácskodás, meg otthon is, amikor én főzöm az ebédet, nem mindegy, hogy mi kerül az asztalra. Milyen alapanyagokból, milyen technológiával, és bemutatom vendégeimet, akikkel mindezekről fogunk beszélgetni, és ami a jó hírem, hogy ezt mind meg is fogjuk tudni kóstolni. Hát akkor kezdem a hölgyel. Lénárd Gitta, ő a Nyersétel Akadémia képviselője, aki egyébként szintén itt kiállít, és ők is hoztak kóstolnivalót. Mellettem Szalma Robi, ő kanálforradalmár, ugye? És azért szeretem, mindenkit nagyon szeretek egyébként, de Robit 5 éve mindig olyan ételeket készít, ami egyrészt növényi alapanyagú, de mindenkinek adja. Tehát akinek nincs módjában magától ezt megoldani, tehát nehezebb sorsú emberek, ő ingyen viszi nekik az ételt, úgyhogy Robit ezúton is nagyon megköszöntjük itt mindannyiunk körébe. És hát a Kródi iskola képviseletébe pedig Bajusz Attila, aki a vendéglátó gyakorlati oktatás vezető. És egyben szakács szakoktató. Hát akkor előbb feléd fordulok, mert hát mégiscsak te vagy itthon, én is csak vendég vagyok, hogy mesélj nekem előbb arról, hogy ez az iskola úgy tudom azon kívül, hogy megtanítja a gyerekeket főzni és sok minden másra, hogy ökoiskola. Mit jelent ez, hogy ökoiskola? Ez így van. Az előző tanévben az iskolán megszerezte az örökös ökoiskolai címet. Ez azt jelenti, például, hogy mi ugye, mint szakoktatók, nekünk ez kötelességünk ezt be is tartani és be is tartatni, de ez nálunk nem csak a főzésről szól, hogy ökoiskola. Minden évben ki van például írva egy ilyen verseny, hogy az osztályok, például az elemgyűjtés, és ezt ugye, mint ökoiskolát be is tartjuk, és minden évben értékeljük őket, a legtöbb elemet gyűjtő osztály, az ez jutalomban fog részesülni, és persze, ugye ebben tanítjuk a gyerekeket arra, hogy nem arról van szó, hogy a kukába beledobjuk, hanem van egy külön gyűjtőhelyünk, ahol ezt gyűjtjük, és a felelős tanár ezt pedig össze fogja számolni, és értékeljük őket. A másik, hogy itt szétnézünk, ugye az iskolában rengeteg virág van, és ebben a tanévben van egy úgynevezett ökotímünk, ami már évek óta működik, amely írt egy olyan pályázatot az osztályoknak, hogy fogadj örökbe egy balkonládát. És az osztályoknak kell egyes balkonládákat nevelgetni, tisztogatni. A szakács része az egésznek, ugye mi mindig próbálunk természetes alapanyagokat felhasználni. Ugye a médiában is az hangzik, hogy magyar termékeket vásároljunk. Most mi is próbáljuk ezt a vonalat követni, mind a zöldségekből, a szárazárúból, a húsokból, mindenből. Próbálunk olyan beszállítókat keresni, akik ezeket tudják is nekünk biztosítani. És azt tudni kell, hogy nekünk az iskola mögött elzárva van egy úgynevezett fűszerkertünk, amivel Ezt nem is tudtam. Hát ezt mi az ökoiskolában benne van, de mi ezt nevelgetjük, van egy ökonapunk, amikor ez akkor van benne egy nagy átalakítás, de ez a fűszerkert, ez folyamatosan tisztán van tartva, ott nevelgetve vannak a különböző fűszernövények, ilyen például a rozmarin, bazsalikon, petrezselyem, zöldnek a különböző fajtái, akkor a mentaleveleknek, citromfű, lestján, igazából sorolhatnám naphosszig, akkor a csilipaprika, amit most magról próbáltunk nevelgetni, és sikerült is. Szóval erre nagyon büszkék. Ez nagyon jó, és akkor kiugrotok a konyhából, és onnan hozzátok a friss alapanyagot? Ez így van, ez meg van mutatva a diákoknak is, hogy, és ebben tanítjuk is őket, hogy ismerjék fel a fűszernövényeket, hozzá be mondjuk egy csokor petrezselyemzöldet, de az sem mindegy, hogy most milyen, hogy a metélő petrezselyemzöldet, vagy mondjuk a francia petrezselyemet mondom neki, és mondjuk azt nem mondhatom neki, hogy vidd vissza, hogyha mondjuk rosszat szedett le, akkor ugye kénytelenek vagyunk, de erre nagyon odafigyelünk.
És ami nagyon fontos, ugye a konyha technológia, amit mi próbálunk a különböző pályázatokból gépeket beszerezni, ugye ide tartozik mondjuk egy kombiszténer gép, amivel gőzölni, párolni lehet folyamatosan húsokat, zöldségeket, meg mondjuk egy rostlap, egy rostsütőlap, amire ugye úgy liszt nélkül próbáljuk zöldségeket, húsokat, esetleg gyümölcsöket is elkészíteni. És van egy nagy büszkeségünk, hogy mi versenyeken is próbáljuk ezeket ezt az öko vonalat vinni, ugyanis a díszít, az esetleges sátor díszítésekben ugyanúgy megjelenik, mint Szegednek a képe, és mindez az öko vonal is, hogy tényleg próbálunk természetes dolgokkal díszíteni. Ez az ételeinkkel is ugyanígy van, hogy az előírja a szakirodalom, hogy mindig az étel jellegének megfelelően kell díszíteni. De most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ugye egy pörköltet nem fogok narancssal díszíteni. Ez mondjuk egy magyar embernek a legabszurdum példája. De mondjuk egy gyümölcsből készült ételt, mondjuk egy gyümölcs, roston készült gyümölcsöt, egy sült csirke mellett, vagy bármi mással, azt se fogok paprikával, paradicsommal, hanem ahhoz az a lényege, hogy olyan elemmel díszítsünk, ami beszerepel is az ételben, és ami még nagyon fontos, hogy ennek hőkezeltnek kell lennie. Szóval nyers díszítést ugyanúgy nem rakunk az ételre, és ezt nagyon nehéz a diákokkal igazából elfogadtatni, és viszont a versenyeken ez, amit követnünk kell. A másik az, hogy nem tudom, hogy végül is hogy alakult, de a kóstolásnál lesz módunkban kipróbálni azt, hogy különbség van azért az alapanyag minőségek között? Most a mai kóstolást, és igazából ez nem ebéd, hanem kóstolás, igazából próbáltuk úgy összehozni, tényleg tessék? A három kóstolásból meg lehet. Ez így van. Mégis attól függ, mekkora az a kóstolás. Hát ha tartjuk magunkat az egészséges életmódhoz, és nem addig eszünk, amíg ki nem pukkadunk, akkor lehet, hogy ez így működik. A mai napra rengeteg ízt hoztunk össze, megmondom őszintén. És minden friss alapanyagokból ma reggel jöttünk, és minden ma készült, szóval semmi. Mi mirelitet nem használtunk a mai napra, és nem is nagyon szoktunk igazából. És ha elkezdem sorolni, akkor szerintem... Szerintem ne sorold, mert így most akkor nagyobb a kíváncsiság. Nagyobb a kíváncsiság. Mert innen úgy is oda fogunk vonulni, és mindent meg fogunk kóstolni. Úgyhogy most átadom a szót a többieknek, és úgy is visszatérünk. Jó, azt szeretném kérni, hogyha megyünk kóstolni, és kérdés van, hogy mi micsoda, akkor engem kell keresni. Jó, na, és hát nagyon szívesen válaszolok, viszont lehet, hogy egy-két receptet majd megtartunk magunknak. Ez majd így van, mi is tapasztaljuk. Jó, majd ki. Köszönöm szépen. De még azért nehogy az idő, nem fog szóhoz jutni. Csak most továbbadjuk a szót. Akkor most átadom, ugye ti voltatok itt, akik főzik és párolják és minden egyéb, és Gitta, most ebből te vagy a másik véglet, te meg a Nyersétel Akadémia képviselője. Honnan is jöttél te? A Budapestre. Nagyon messziről, igen. És meséld el, hogy mióta csinálod ezt, és hogy mit is jelent ez, hogy most te a nyersételekhez tetted le a voksodat. Én most ősszel lesz 5 éve, hogy elkezdtem nyersételeket enni, és annyira jó hatással voltak rám, és annyira megdöbbentően átformálták az életemet, hogy elhatároztam, hogy ezt szeretném minél több emberhez eljutatni, ezt az infót, és minél több embernek megmutatni, hogy ezek milyen csodálatos élmények és érzések, élő ételeket enni. Tehát én úgy gondolom, hogy úgy lett az emésztőrendszerünk kitalálva nem most, hanem még régen, hogy az élelmet természetes módon vegyük magunkhoz. Most furcsa most ezt mondani pont itt ebben az iskolában, ahol azt tanítják, hogy hogyan kell főzni, de én azt mondom, hogy nem kell mindent megfőzni, nem kell feltétlenül mindent megfőzni. Amit csak lehet, az úgy, ahogy a természet megalkotta, úgy kellene fogyasztani. És itt most nem is elsősorban a főzés ellen emelem fel a szavamat, hanem az élelmiszeripar nem túl értékes tevékenysége ellen. Tehát ezek a nagyon feldolgozott, teljesen élettelen,
multik polcain sorakozó ételekről van szó, tehát hogy azokat nem kellene fogyasztani, amit ma reggel itt főztek friss alapanyagokból, azzal igazából nincsen semmi probléma. Tehát itt nem csak erről van szó, hanem arról, hogy mindenki ismerje meg, hogy milyen hatásai vannak a nyers ételeknek, milyen élettani hatásai vannak. Próbálja ki, kóstolja meg, tehát nem csak azt jelenti, hogy salátát teszünk reggeltől estig, hanem ennek is van egy gasztronómiája, levesek, főételek, pizza, spagetti, lazánya, ugyanúgy főzelékek, amit nem főzünk, hanem csak turmixolunk, ugyanúgy vannak csodálatos édességek, torták, zserbó, pudingok, szintén minden nyers alapanyagokból. Tehát ez nem egy lemondást jelent, hanem inkább egy új kapu nyílik, és új lehetőségek, sokkal intenzívebb ízek, sokkal kicsit más jellegűek ezek az ételek. És amikor én ezt elkezdtem ezzel, tehát az első volt a megtapasztalás, hogy én megtapasztaltam, hogy ez mennyire jó, és aztán rájöttem, hogy nem az a mód, hogy kimegyek az utcára, és mindenkit így megfogok és megrázok. Hát ide figyelj, hát hagyd abba a főzést és a készételek vásárlását, hanem kezdj el te is nyersen enni. Mert valószínűleg bedugtak volna valami elmegyógyintézetből, hanem elkezdtem egy internetes naplót vezetni, ahol feltettem az ételek fotóit, meg a recepteket, amiket készítettem. És valahogy az élet engem ebben segített, mert ugye az én eredeti foglalkozásom nem ez, tehát ezt hobbiból csinálom, hogy megkeresett egy kiadó, egy könyvkiadó, hogy hitte, olyan szépek ezek az ételek, meg olyan jók a receptek, meg az egész hangvétele, olyan pozitív, csináljuk ebből könyvet. Ez is engem ahhoz segített hozzá, hogy az emberekhez, tehát az eredeti célom az, hogy minél több emberhez eljuttassam ezeket a csodálatos ételeket, és az a sorozat, ez nem állt meg, már a harmadik könyvem került kiadásra most májusban. A harmadik vonal pedig egyre többen kerestek meg engem, hogy Gitta, készíts nekem ételt, Gitta, hagyj vegyek abból, amit te csináltál, és ez egy darabig ment, de azt gondolom, hogy ezt egy határon túl nem lehet csinálni, és akkor egy évvel ezelőtt létrehoztuk barátaimmal a Nyers Étel Akadémiát, ahol már ellenőrzött környezetben, engedélyekkel, számlával és teljesen hivatalosan tudom adni. Tehát, hogyha valaki kér tőlem valamit, hogy készítsek és adjak, akkor ez most már teljesen hivatalos. Úgyhogy így kerek a dolog, így kerek az egész. Meg volt a személyes tapasztalat, meg volt az indítatás, meg volt a cél, hogy mi ezzel a célom, minden több emberhez eljutni. És valahogy az élet úgy hozta, hogy engem segítenek az égieket, tehát ennek a célnak a megvalósítása. Nagyon köszönjük az égieknek, de egy aprósággal kiegészíteném, miután ugye én már nagyon sok beszélgetést tartottam szakemberekkel, orvosokkal, természetgyógyászokkal erről, hogy, és ennek a napnak is ez a lényege, hogy ugye kerüljünk közel önmagunkhoz, ahhoz a pici belső hangunkhoz, ami belül szól, hogy mindannyian nagyon sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember, nagy titkot nem árultam ezzel, és van, aki valóban képes arra, hogy csak nyers ételeket egyen, én sem ezek közé tartozom. Tehát én elképzelhető, hogy majd egyszer talán eljutok ide, de miután én az a típus vagyok, hogy az én belső tüzem akkora, mert én az a típusú ember vagyok, mert így születtem, hogy nekem igenis párolt zöldségeket kell ennem. Tehát és itt jön be az, hogy senki ne azt csinálja, amit a szomszédasszony mond, hanem mindig a saját belső hangjára hallgasson, és azt tegye, amire neki éppen most szüksége van. És ehhez kell egy magasabb tudatossági szintre kerülnünk, azzal a sok-sok mindennel, amit májusban is, és most is, és majd legközelebb is hallani fogunk. Tehát, hogy induljunk el saját magunk felé, és tudjuk azt, minden egyes pillanatban kérdezzük meg magunkat, hogy nekünk most mire van szükségünk, mert két embernek sem ugyanarra van szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát, és egyre jobban előre kerüljön az útján, és egészséges legyen. Én sem azt mondom, hogy most... De ezt nem azért mondtam, csak nyerset kell lenni. A két végletet meghallgattuk, és most jön a Robi középen, aki kettő között fogja majd, de semmit nem fog eldönteni, mert ő egy harmadik dolgot képvisel. Mondd el, hogy te hogyan gondolkodsz egyáltalán az étel készítésről, és itt jön be most a spiritualitás is a dologba. Boldogságot kívánok mindenkinek. Hát a spiritualitás, hogy kezdjük innen,
Szerintem a spiritualitás az nem egy ilyen megfoghatatlan dolog, hanem szerintem egy tény, mert van a hit és a tény dolgok, ami szerintem egymástól nem független, hanem azonos és kézenfogva tudnak egymás mellett szépen lenni. Talán annyit így előzményekből, hogy nekem volt egy vállalkozásom, ami szintén ételházhoz szállítással és etetésről szólt, ami egy kapitalista dolog volt, szerettem volna megélni belőle, és pénzt kértem azért, amit én árultam, és szerettem volna eljutatni az embereknek. Na, ez nem sikerült, valamilyen spiritualitás folytán, és akkor jött az én igazi énem, amit már jó pár éve élek, a szociális beállítottságom, ami arra ösztönzött, hogy ezt nem pénzért adjam, hanem ingyen azoknak, akik nem tudnak ilyen jellegű ételeket megkapni, vagy fizetni érte, vagy elkészíteni. És akkor jött ez az énem, hogy ezt adjam olyan embereknek, akik önhibájukon kívül kerültek, vagy születtek nehéz helyzetben. Ezek itt főleg Szegeden vannak, legalábbis az én körzetemben, akik lakok, siketek, mozgáskorlátozottak, vagy értelmi fogyatékosok, vagy olyan családban nőttek, vagy vannak, akik már családosok, és egyedül nevelik gyermekeiket. Nos, tehát amit adok ételt, az szintén vegetáriánus étel, tehát növényi alapú étrend. Egy dolog, ami állati eredetű, ez pedig a tejtermékek. Ezt azért használom, mert laktó vegetáriánus az étrend, és hogy legyen valami állati fehérje, ezért használunk tejtermékeket. Ja, hát mondjuk azt, hogy a tiéd az nem nyers. Nem nyers. Igen. És azért ül a középen. Ezért mondom, hogy a kettőt ötvözi. Annyi különbséggel, hogy mondjuk a hús mondjuk hiányzik belőle. Nem hiányzik. Hát, aki nem eszi, annak nem hiányzik, igen. Jó, hát és hogyan készül az étel? Tehát ez az, ami a rezgését, mert mondjuk én erre szeretnék kilukadni, hogy nem mindegy, hogy ki készíti el az ételt, és hogyan. Mert ugye akkor tápláló egy étel, de én átadom neked, hogy te mondd el, hát ha azt mondod, amit én szeretném, hogy mondjál. Jó, ha nem akkor nos, de igen. Hát szerintem a spiritualitás nem a konyhába kezdődik, hanem folytatódik, de ez nem bírálatos, csak ilyen kiegészítés. Mert ugye, ahogy itt is a krúdi iskolában, hogy megtermelik az emberek maguknak az alapanyagot. Tehát a spiritualitás az már ugye az elkészítés folyamatában a megtermelésnél kezdődik, illetve olyan energiákat használunk, ami nem a miénk, hanem amit úgy kapunk. Ez lehet az előbbi előadásokban szél, víz, tűz és egyéb földenergiák. Tehát már ha eleve úgy Gittát is használva a szavait, hogyha szeretettel készülnek ezek a dolgok, vagy akár az öntözés, vagy a kapálás, vagy bármi ilyesmi, akkor ez a növény, ez ugye szeretettel lesz tenni. Tele lesz olyan pozitív energiákkal, ami nem egy túltermelésről szól, és nem egy kapitalista dologról, hanem szívügy. És akkor ezt ugye bevisszük a konyhába szeretettel, és próbálunk mégis olyan anyagokat használni, ami nem megölésről szól. Tehát az én konyhám azért szeretett konyha, így Boldogság falván belül, mert olyan dolgokat használunk, amihez nem kapcsolódik ölés. Tehát ez, aki esetleg ismeri az ahimsa elvet, az erről szól, hogy a nem ártás elve. Hogy sem magunknak, sem másoknak se okozzunk se szenvedést, se aggodalmat. Nos, ezeket a növényeket barátságból, szeretetből megkérjük, hogy legyenek a vendégeink a konyhában, hogy olyan táplálék legyen belőlük, ami hasznunkra válik. Tehát beépül a szervezetünkbe. Na, szépen megfőzzük. Mi? Gitta nem. Én másképp állítja elő, de kell ahhoz, hogy éljünk. És ez nem kellene, mint mondtam, olyan anyagok, ami erőszak árán készül akár megölni egy állatot, vagy bárki másra. Nos, ezeket szépen elkészítjük, ilyen-olyan fűszerekkel megfőzzük, vagy éppen csak beletesszük a turmixgépbe,
És ezt azért, tehát ugye, mivel nem mi termeltük, vagyis csak egy eszköz voltunk arra, hogy ezek a növények felnőjenek, megköszönjük annak, akitől ezt kaptuk. Ezt hívhatjuk Istennek, energiának, vagy valami földön túli dolognak, de mivel őtőlük kaptuk, ami itt van, levegő, víz, tűz, stb., ezért hálásnak kell lennünk ezért, hogy táplál minket földanyán keresztül, és akkor megköszönjük ki, hogy hívhatja így, úgy, amúgy, tehát ez mindenkinek egyéni. Én is megköszönöm, és akkor ezt a szeretett ételt esszük meg, adjuk oda másoknak szívvel, szeretettel. Nagyon köszönöm. Mielőtt újra visszatérek hozzád, megmagyarázom, hogy miért ez lett a címe, miután azt mondtad, hogy szerinted nem ott kezdődik. Akkor elmondom, hogy én mire gondoltam, hogy miért a konyhában kezdődik a spiritualitás. Hát ahhoz, hogy az ember úgy kezdjen el a világra nézni, ahogyan nagyon sokan, egyre többen már néznek, ahhoz az kell, hogy emelkedettebb állapotba kerüljön. Tisztább tudatossággal bírjon, magasabb tudatossági szintre kerüljön, magasabb rezgésű emberré váljon. És ugye ez, ehhez az kell, hogy testileg is, lelkileg is, gondolatilag is egy tisztulási folyamaton menjen keresztül. Na most, miután a kettő és a három összefügg, hogyha én méreganyagokkal teli ételt eszek, ugye olyanokat, ami tele van tartósítószerrel és adalékanyaggal, meg ízfokozóval, meg sorolhatnám, akkor ugye ez mind a szervezetemben méreganyagként működik, tehát húz engem lefelé. Így is lehet emelkedni, csak sokkal nagyobb energiába telik. Tehát a pozitív gondolatok ilyenkor nagyon nehezen jönnek. Ilyenkor a félelem, a rossz kedv, a düh, az indulatok uralják el a gondolataimat, az érzéseimet, de hogyha elkezdek tiszta alapanyagokból készült ételeket fogyasztani, akkor a szervezetem elkezd normálisan működni, elkezd tisztulni, a méreganyagok kiürülnek, és tisztábbak lesznek a gondolataim, pozitívabbak lesznek az érzéseim, tehát egész egyszerűen elkezdek a világra másként nézni, és talán azt a belső pici hangomat is jobban meghallom, ami megmutatja nekem, hogy most itt az ételkóstolásnál nekem melyiket kéne bekapnom, ami nekem most pont éppen használni fog. Tehát ennyit a spiritualitásról, hogy én miért gondoltam erre, és ezért kezdődik a konyhában. És most átadom neked ismét a mikrofont, hogy mit tudsz még nekünk elmondani arról, hogy milyen konyhatechnikai eljárásokat javasolsz, ami a jövő, és tényleg egészséges étel tud készülni általa. Igazából ugye azt tudom mondani, amit előbb már említettem, hogy ugye az egész az alapoktól fog elkezdődni. Ugye egy ökoiskola vagyunk, most közben így azért gondolkoztam, hogy mi az, amit nem tudtam elmondani, vagy elfelejtettem elmondani. Ugye a legfontosabb az, mi nálunk, hogy a gyerekeknek először is, meg önmagunknak is tartsunk egy munkavédelmi balesetvédelmi oktatás. És ez az öko, ez nem csak arról szól itt mi nálunk, hogy nyersanyagokról is, amit itt mondtam, hanem az energiatakarékosságról is igazából. És ugye a legfontosabb az, hogy fogunk tudni jól főzni, úgy, hogy mondjuk a legkisebb lábosunkat, azt ne a legnagyobb gázra rakjuk föl, ugye, mert ott már eleve hő fog felszabadulni, és nem lesz olyan a főzési technikánk is. De ugye a legfontosabb, hogy az a gőzölés, a párolás, amit már említettem, és itt beszéltünk arról, hogy a zöldségeket megfőzzük, vagy nyersen együk meg. Itt mi, és én ezt vallom is, hogy ha párolunk vagy főzünk egy zöldséget, akkor ugye mindig próbáljuk, ahogy szokták volna szakja, hogy resre hagyni, hogy még egy picit roppanjon, hogy a ásványi anyagok és a vitaminok azok maradjanak benne mindenképpen. Hogy a jövő, ugye, a jövő az ugye a gépekben van. Én legalábbis úgy gondolom, hogy... Vagy visszatérni az ősi egyszerűbb dolgokhoz. Otthon, igen, de egy étteremben ez nem fog működni, mert ugye ha elmegyünk egy rendezvényre, vagy mint
egy családdal beülünk. Ugye mit várunk azt, hogy minél gyorsabban megkapjuk azt az ebédet, vacsorát, vagy éppen amilyen, amire beültünk. És egy étterem az, annak az a célja, hogy minél több ember forduljon meg őnála, de nagyon sok olyan étterem van, cukrászda, aki tényleg saját maga állítja elő a, már mondom, a tejszínű túrót, vagy bármást, és itt Szegeden is tudok ilyen cukrászdát mondani, aki így dolgozik. De, és ugye mindenki minőségi alapanyagokból. De ha már minőségi alapanyagból dolgozunk, akkor ennek már van egy olyan hátránya, hogy már egy picikével drágább is lesz. Hát, ha eljutunk egyszer oda, hogy a minőségi alapanyag lesz majd az, ami megvásárolható, és az, ami egészségtelen, az lesz a drága. Mert talán ez lenne a becsületes dolog, hogy azt legyen nehéz megvenni, amire nekem abszolút nincs szükségem, és akkor hát, ha ki is esne a piacból, és akkor valóban az ember kerülne, és az ember egészsége a középpontba. Most, ha már itt vagyunk, és beszéltünk erről, és mint házigazda, akkor kicsit élek is a lehetőséggel, hogy ha valaki szeretné megtanulni, mármint felnőttként is, vagy egy egyszerű házi asszonyként, hogy is lehetne mondjuk ezeket elsajátítani, akkor iskolánk tervez 2 olyan programot, x óra, mondjuk 8 alkalmas kurzusokban, hogy házi asszonyokat, vagy házi urakat, akik szeretnék megtanulni a főzésnek az alapjait, hogy ez egy tanfolyam keretében nem szakács vizsgát adunk nekik, hanem tényleg a fortélyokat, meg ezeket az öko dolgokat próbálnál nekik megtanítani, és hogyha valaki el tud végezni egy ilyen kurzus, akkor lenne egy második része, amiben beleültetnénk az ünnepeket, tegyük fel húsvétot, karácsony, szilvesztert, vagy a Márton napot, és ott próbálnak olyan ételeket előállítani. Ugyanezekkel a technológiákkal. Nagyon köszönöm, és még a másik, ami nagyon fontos, hogy ha már nem is az éttermi nagyságrendben, de én arra buzdítok mindenkit, mint a spiritualitás a konyhában kezdődik, hogy próbáljunk meg otthon kenyeret sütni, mert én ezt szoktam egyébként, és hogyha azt nem géppel tesszük, hanem kézzel gyújjuk és megsütjük, annak a rezgése egész egyszerűen olyan lesz, ami megint az egészségünket szolgálja. És hogyha ezt még olyan tönkőlisztből tesszük, ami még ráadásul méregtelenít is, és sok minden mást is csinál velünk, akkor hát abszolút nem fogunk elhízni ettől a kenyértől, és nem kell belőle sokat enni, tehát abszolút olcsó is tulajdonképpen a drága tönkölyhöz viszonyítva. Nem kell annyit megenni belőle, mint azokból a kenyerekből, ami egyébként tulajdonképpen emészthetetlen számunkra. Úgyhogy én, ha nincs több mondandó, van, akkor átadom Robinak, utána elmehetünk és megkóstolunk minden finomat, amit csak találunk. De még egy mondatot azért fogok mondani Robi után. No, elnézést, hogy még van egy kis kiegészítésem, de nem kötözködni szeretnék, csak hogy a spiritualitás hol kezdődik és hol végződik. Ugye nem a konyhába végződik, hanem ugye megesszük ezt az ételt. És utána még kell, hogy emészszük ezt a dolgot, és közben is van egy kis spiritualitás, hogy igen, hogyan emésztjük ezt a dolgot, tehát ott még komolyan kell venni ezt a szeretett dolgot, hogy ez igen, beépüljön, hasznunkra váljon ez a spirituális étel, tehát ott is meg tudjuk köszönni, sőt meg is kell ezt köszönni, illetve az emésztés folyamata még egy olyan spirituális rész, amit szerintem mindenki nézen utána, hogy hogyan tudna ezt az ételt saját magának beilleszteni az életébe. Én is hagyrekolózom magam. Aki szeretne segíteni nekünk, hogy a szegény élelmezési programunkban, az megkereshet minket, lehet önként dalolva, vagy tettel, vagy spirituálisan, vagy fizikailag, vagy mentálisan, vagy anyagilag segíthet a dolgunkban, amit Szegeden készítünk a boldogságfalva.hu-n. Akkor boldogságot kívánunk, és várjuk Önöket egy kis ételkóstolra a zeneleten, van egy kis rizsfasírtunk, illetve grízpudingunk szövetel.
Még egy gondolatot hozzá szeretnék fűzni, miután azért most a mi ősiségünkről is szó volt, hogy azért nagyon fontos az is, hogy lelkileg is ráhangolódjunk erre, amikor eszünk. Tehát amikor a mi őseink ugye terítettek, ezt meghallgattuk már itt a korábbi előadásokból, egyrészt ugye fehér abroszt tettek ugye az asztalra, és azért áldást is kértek erre az ételre. Már maga ez emeli a rezgését annak a bizonyos ételnek, és ha nem rohanva, kapkodva, szaladva, állva, meg sorolhatnám, így fogyasztjuk el azt, amit magunkhoz veszünk, akkor bármilyen is az sokkal jobban fog minket táplálni, és az egészségünket szolgálja. És hogyha még az égieket is kérjük hozzá, hogy ez segítsen minket abban, hogy valóban az egészségünket szolgálja, akkor még az áldást is megkapjuk hozzá, és visszatérhetünk azokhoz az ősi gyökerekhez, amikhez jó visszatérni, és már kicsit elfelejtkeztünk róla. Akkor még egy utolsó, jó? Ugye itt szó volt az ételek rezgés számáról. Ehhez kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a nyers ételeknek legmagasabb a rezgés számuk. Tehát, hogyha spirituálisan szeretnénk emelkedni, ha nem is 100%-ban, mindenki a maga étrendjében olyan százalékban fogyasztó nyers ételeket, amire neki szüksége van, ezt mindenki el tudja dönteni, aki próbálja. De ez legyen minél magasabb, tehát önmagunkhoz képest. A másik pedig, hogy akkor én is csinálok egy kis reklámot itt a folyosón, én is kóstoltatok nyers a szalványokat, és hogyha valaki szeretné a friss nyers ételeket is megkóstolni, akkor már itt Szegeden is a Vegafoodon keresztül, a Vegafood honlapján, vagy az újságéval meg lehet rendelni minden nap 6 féle nyers ételt. Leves, turmix, 2 féle főétel, édesség és egy asszalvány, úgyhogy ezt mindenki meg tudja kóstolni. Köszönöm szépen a lehetőséget.